Sziasztok, Edemester vagyok, és ugye nemrég volt ez a bemutató videó, amelyben a PowerPoint Broadcastről volt szó, a mostani videóban pedig az Excel egyik lehetőségéről lesz szó, ami bizonyára sokszor megkönnyíti a dolgunkat, azonban sokan mégsem tudják megfelelően használni. Ez a lehetőség pedig nem más, mint a feltételes formázás. Ez a lehetőség elméletileg a régi Office-ban is megvolt, én erről soha nem tudtam, és soha nem tudtam, hogy hogy kell, az újban viszont már egyértelműen létezik. Nekem itt 2010-es Office-om van, úgyhogy ebben tudom nektek bemutatni, hogy ez hogyan működik. Itt vannak mindenféle értékeim, sőt egyébként ahogy ez készült, ezt videó miatt valamiért buzi lassú. Ó, elnézést. Így mindjárt más. Na, tehát, hogyha itt bizonyára sokan látják, hogy van ez a feltételes formázási lehetőség, itt be lehet állítani ilyen alapvető szabályokat, hogy mikor, hogyan formázzon, illetve be lehet állítani azt is, hogy ismétlődő értéknél hogyan formázzon, legyen mondjuk sárga. Így. Tadám, és működik. Valamint be lehet állítani azt is, hogyha nagyobb, mint mondjuk a 25, akkor legyen zöld. Kisebb, mint 25. Mondjuk kisebb, mint nulla, akkor meg legyen egyéni formátum ilyen színű, és ne legyen áthúzott, legyen félkövér dölt. Így. Oké. Tehát ilyen sok mindent be lehetett állítani. Azonban, amiről most igazából beszélni szeretnék, az nem is ez, hanem a további lehetőségek, például a színskálák. Kezdjük azt is ezen. A szabályok kezelése. És az összeset kitöröljük. Oké. Nos, és akkor most hozunk létre egy színskálát. Például egy ilyet. Alapvetően ez automatikusan létrejön, bizonyos beállítások szerint, azonban mi ebbe így bele tudunk turkálni. Igen, legyen ez egy skála három színből, három szín az legyen zöld, egy másik fajta sörge, meg egy másik fajta piros, hogy így jobban látszódjon. Típusa a legkisebb érték, vegyük ezt inkább nullának, így legyen más egy picit. Oké, alkalmazzuk csak, így. Szerintem nagyon jól látható a különbség, hogy hol is van az, amit én szeretnék. Na mindegy, tehát hogyha ezekbe sorba írunk értékeket, akkor rögtön látszik a különbség. Nem tudom, meddig tart. Maradjunk ebbe. Elvileg eddig. Nos, és akkor így ilyen nagyon-nagyon szép színskálákat tudunk létrehozni, amik megmutatják, hogy az adott adat az most kisebb, nagyobb, tehát hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ennél azonban többet is tudunk, ezt szerintem ezen fogom bemutatni. Ez pedig nem más, mint az adatsávok. Ez egyébként az én személyes kedvencem. Tegyünk rá mondjuk egy kék-piros adatsávot. Egyébként van ilyen egyszínű adatsáv is, meg ezt majd átállítjuk. Tehát tegyünk rá mondjuk egy ilyen kék-piros adatsávot, és így a cella értékének megfelelően az adatmezőkben meg fogjak jelenni ilyen kis olyasmi, mintha sordiagram lenne. Persze nem így hívnak, hanem valahogy tök máshogy, de nem is tudtam soha, hogy ezt a diagramot hogy hívják. Tehát olyan, mintha ilyen vízszintes oszlopdiagram lenne. Azonban ezeket itt ugyanúgy tudjuk kezelni. Ez legyen mondjuk
feketéitől bordóig, és belemegyünk a negatív érték tenge és tengelybe, negatív sávnak a kitöltő színe meg legyen mondjuk ilyen. Így a negatív sáv szegélye ez legyen mondjuk kék, mi több lila, a tengely meg legyen zöld. Egyébként be lehet azt is állítani, hogy a cella középpontjában legyen. Úgyhogy... Oké, ez most így. Alkalmazzuk, és akkor ilyen nagyon csecse sávocskákat kapunk. Ezek természetesen kombinálhatók a többi formázási lehetőséggel, tehát akár ilyen dolgokat is készíthetünk. Ezekből egészen normális kinézetűeket is lehet csinálni, csak most nem ez volt a cél. Mármint, hogy nem az volt a cél, hogy ronda legyen, csak most így sikerült. Ezen kívül még személyes kedvencem az ikonkészletek. Tegyünk erre rá mondjuk egy ilyen ikonkészletet. Igen, van lehetőség arra, hogy ilyen ikonkészleteket behelyezzünk. Ezek az ikonok a cellák elején jelennek meg. Szabályok kezelése, ikonkészlet. Itt be tudjuk állítani egyébként, hogy milyen stílusú ikonocskáink legyenek. Sőt, teljesen ilyen, így bele tudunk menni, hogy most az, ez mondjuk itt legyen pipa. De ez meg legyen ilyen. Ez meg mondjuk... ilyen, és akkor... Tehát ilyen egészen fura dolgokat tudunk csinálni, sőt, aztán valahogy egyéni ikont is hozzá lehetett adni, de arra nem esküszöm. Úgyhogy ilyen nagyon... Tehát látványosabb dolgokat lehet csinálni, és ezek a dolgok igazából azért jó, tudunk ilyet is. És akkor az adat nem látszik, csak az ikon. De ez szerintem ez annyira nem éri meg. Nos, tehát tudunk ilyen dolgokat is csinálni, és ezek szerintem azért jók, ugyanis jelentősen megkönnyítik azt, hogy adatokat átnézzünk. Például, hogyha valami statisztikai táblát készítünk, vagy éppen egy termékösszehasonlító táblázatot, akkor sokban megkönnyíthetik a dolgunkat, hogyha használjuk ezeket a lehetőségeket. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, én Edemester voltam, sziasztok!